türelmetlen már a Fradi sas, hiszen egy nagyon különleges találkozó vár rá. Klubunk jelképe Priskin Tamás kislányához, Liához tart, akinek nagy vágya, hogy végre személyesen is találkozhasson a sassal. Hogy nézd ki, szóztam el! Na, ide jössz? Köszönni? Köszönjél neki, mondd, hogy mennyire vártad. A rövid megismerkedés után pedig rögtön játékra került a sor. Melyik a kedvenc játékod? Melyik? Ez a társas. A társas? Állatokod? Igen. Állatka kell kiszabadítani a ketrecből. Aha. Kéket kell a ketrecbe, a zöldet meg a fűbe. Hoztam neked valamit. Egy ilyet. Mit kell mondani? Köszönöm. Meg egy olyan. Na, mi jön vendégségbe ajándékot. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Látod már a fadisast? Igen. Igen, és mit mondtál tegnap? Hogy mit fog csinálni a szobában, hogyha bejön a fadisast? Játszani fog vele. Fradi sas, ezt tudod, hova kell tenni? Ide. Fradi sas, hogy majd, ott majd, ha egyszer itt akarsz aludni, ott aludnál, ott tud. Ez a babóca, ez a pihe. És a pihéhez nem tudott oda menni. Ez a szivárványhalhoz kell, meg ide. Bele kell tenni. Már kész. Nagyon ügyesek vagytok, nagyon jól megy. Oda hízik. Liusz ügyes a fradisas? Jól rakja? Liusz ügyesebb a sas, mint az apa? Ria? Igen. Igen? Köszönöm, köszönöm. Mit tesz? Nézd. Szerintem azt kell oda tenni rá, nem? Amikor megy a meccs, akkor az alagút meg ott fog szoksz ülni. Az alagútba? Igen. Hát milyen alagút? Az a fehér. Fehér? Igen. Én nem szoktam ott ülni. Nem? Én mindig átmegyek ilyenkor a sarokba. Ott ülsz a lelátón, ahol szoktál ülni, átnézel jobbra szembe, ott van a családi szektor, és oda szoktam menni. Igen? Igen, mert ott sok gyerek van, és velük barátkozom, megcsalom. Ne rakd be az utolsó darab. Tapsold meg! Nagyon ügyes. Annyi pacit. Nem fél én kislány, de azért vannak olyan dolgok, amitől nagyon fél. Hát hála Isten a sast azt nagyon szereti, úgyhogy tényleg nagyon boldog. Tele van energiával, folyamatosan tele van energiával. Tényleg nagyon, nagyon boldog, és nagyon örülünk, hogy eljött meglátogatott minket a sas. Lia a nagy játék közepette arról sem feledkezett meg, hogy meglepetéssel is készült a sasnak. Csak is bogyos vagy itt. Az a kedvencem. Honnan tudtad, hogy ez a kedvencem? Mert akartunk hozni. Igen? Nekem meg vatta cukorrasat vett nekem anya. 2, 3, 4, 5, 6. Pirosra léptem. Nem, az sárga. Az sárga. Most te jössz. Én 3. Hát én 2-szer kivaradok. Így kell kezdeni. Tudod, hogy kell? Sas. Így kell óvatosabban, így. Aha. Fradi sas. Igen? Mutatok neked egy plédet. Mutatok? Ez az enyém, anya vette nekem. Hú, de szép dolgot vett neked anyáka. Azt a jönnöm. Azzal fog takarozni a Fradi sas? A legfontosabb számomra az az volt, ugye megígérte a sasnak, hogy jól fog viselkedni, okosan fog viselkedni, úgyhogy bízom benne, hogy tartani fogja a szabát, mert ha nem, akkor szólni fog a sasnak, és el kell jönni újra. Én a rendrakásznak. úgyhogy tényleg nagyon örülünk, hogy itt volt, és hát majd kíváncsian várom a sasnak is a válaszát, hogy el fog majd menni az óviba, és meglátogatja majd a Liának az óvistársait.
Rius, mi a kanyával akarunk menni? Elvigyük a fazisas, hogy vigyázzon rá? Igen. Jó, elveszel vele? Igen. Jó, nem félsz tőle, ugye, hogyha egyedül vagy, nem? Barátod? Igen. Oké. Okay. Most már a párom van, nyugodtan rá tudjuk bízni a sasra, és el tudunk menni akkor kettesben vacsorázni. Gyerünk! Gyönyörű a csáv! Gyerünk! Mi van? Mi van? Mi van?